A műsor média partnere a Népszava. Jó estét kívánok! A Bóta Café mai vendége Ónodi Eszter, a Katona József Színház kiváló színésznője, aki nem csak színpadon játszik, hanem annak ellenére, hogy azért olyan rengeteg film nem készül mostanában, jó néhányban szerepel. Próbálják megszokni, ugye mostantól, mától 8 óra 55-kor kezdünk esténként, és akkor természetesen hívhatják Ónodi Esztert, ahogy megszokták, és mondhatnak vele kapcsolatban emléket, mondhatják egy szerepét, kérdezhetnek tőle, látják is már a számot, 44-51-3-49, vagy sky.tv.fixhd, és most az Operett Színházban vannak jegyeink, méghozzá a két premierre is. A jövő héten lesz az Én és a kisöcsém, és aztán majd utána bekövetkezik a Csínom Palkó, és akkor van két klasszikus, már régen műsoron lévő előadásra, a Bajadérre vagy a Csókos Asszonyra. És akkor Ónodi Eszter. Olvastam, hogy két nő volt rád igazán nagy hatással, a mamád meg a 92 éves korában meghalt nagymamád. És hogy ez nem volt konfliktusmentes ez a hatás, szóval mi volt ez a hatás? Szerintem nagyon sok embernek. Igen. Van ez a két nő az életében ilyen fontossággal. Voltak éppen nem akarok ennek óriási nagy jelentőséget tulajdonítani. Egyedüli gyerek vagyok, nagyon pici a családunk, tehát a szüleimnek sincsenek testvérei. Tehát addig, ameddig én tulajdonképpen el nem kezdtem a saját családomat élni, úgy gondolok itt ugye a páromra és a kisfiamra, addig egy nagyon Kesszék kis... László, aki ugye színházi rendező. Igen, nagyon kis mikroklímában nőttem fel, tehát éppen ezért nagyon zárt kis közösség volt ez a mi kis 3-4 fős családunk, úgyhogy ezért mondtam, igen, a párod nagyon... úri lánynak is nevezett. Elkényeztetett úri lánynak. Na majd azért kap ezért otthon, hogyha hazamegyek. Nem voltam szerintem úrilány, sőt egyáltalán nem. Teljesen átlagos szüleim vannak, tehát nem a régi polgári millióból származom. Édesanyám statikus tervezőmérnök, apukám villamosmérnökként végzett, de aztán már nem ebben foglalkozott. Tehát a Városliget mellett nőttem fel, nem Budán és nem Szentendrén, vagy nem tudom, ilyen elit helyeken. Egy teljesen normális általános iskolába jártam, aztán pedig az Ötfős gimnáziumba. Úgyhogy tulajdonképpen nem, ami most már egy sokkal jobb nevű intézmény, mint bár akkor sem volt rossz, de akkor sem az elitizmus miatt kerültem oda, hanem mert jó tanuló voltam. Na, szóval nem mondod meg ezt a hatást, mert ezt annyira hangsúlyoztad, hogy igen, azért ez nyilván erőteljes volt sok tekintetben. Nagymamám, ő nagyon sok időt, mivel nagyon sok időt töltöttünk együtt, ugye a nyarainkat nagyjából ketten, vagy amikor még a másik nagymamám élt, akkor hárman töltöttünk a Balatonnál. Ő egy nagyon határozott, nagyon önfejű asszony volt, akire gyerekkoromban természetesen nagyon hatott rám, pont emiatt, mert nagyon tudta, hogy mit akar. És amikor már kamaszodtam, meg felnőtt lettem, akkor ebből nyilván volt egy csomó konfliktus, hiszen én nem mindig ugyanazt akartam, mint amit ő. De mit akart? Hát, hogy minden úgy legyen, ahogy ő akarja. Hát nagyjából ennyit. De persze, ezt most nagyon nem is akarnék ebben a hosszasabban belemenni, mert nyilván ennek egy elképesztően bonyolult pszichológiai háttere is lehet, hogy egy ember, aki a 40-es években át emigrált felvidékről Magyarországra, és az egész háborút, mindent szintén a saját, tehát hogy hát nagyon sokan gondolom, akik ebben a korban éltek, hát egész más, hogy viszonyulnak a dolgokhoz, mint ugye, akik békeidőben nőttek fel, és az életüknek a nagy részét békeidőben élték le. Ő az életének a nagy részét háborús és mindenféle rettenetes kommunista elnyomás meg egyebek alatt. Tehát, hogy azért ez nyilván nyomot hagy az emberben. Uh-huh.
Anyukám, ő pedig annyiból más, hogy ő meg teljesen ez a reál beállítottságú ember, tehát ő vele meg semmilyen ilyenfajta humán kapcsolat nincsen, de mégis valahogy szerintem az idegrendszerünk azért nagyon hasonló. Tehát. És jól nem akarták, hogy színész legyél, igen, de igen, te felvételiztél azért 20 éves korodban, nagyon sok eretet, és nem 20 éves fel. Így van. Azt hogy érted meg? Azt úgy éltem meg, hogy akkor már... Az egyetemre is úgy kerültem, hogy nagyon sokáig bölcsészkarra jártam angol-magyar szakra, illetve akkor már csak angolra, hogy én nagyon sokáig eleget tettem a szüleim elvárásainak, és hagytam magamat meggyőzni, hogy bár voltak az érettségi évében olyan jellegű gondolataim, hogy mégiscsak meg kéne próbálnom a színművészetit, mert voltak pici sikereim ilyen diákszínjátszó körökben, meg egyéb helyeken, iskolai szinten, de aztán ők akkor még sikeresen lebeszéltek engem arról, hogy a színipályát válasszam. És mit mondták, hogy kell egy rendes foglalkozás? Pontosan ezt mondták, hogy ez egy nagyon kiszámíthatatlan pálya, ami egyébként teljes mértékben igaz, tehát egy civil ember számára, sőt, még én is azt gondolom, hogyha most a fiam beállítani azzal, szerencsére még azért ehhez kicsi, hogy színész akarna lenni, akkor én is először megpróbálnám őt lebeszélni, mert azért tényleg, hogyha az embernek ez nem annyira jön be, akkor nagyon sok keserűség érheti, és ugye nem véletlen, hogy ugye például külföldön rengeteg színész végzi, különböző kocsmákban felszolgálóként, vagy egyáltalán. Tehát ott már egyáltalán nem probléma, hogy néha nem. Igen, ez elég tipikus, tehát ütött például Básti Júli is, aki ugye titokba ment el, tehát édesapja előtt, aki ugye nagy színész volt, abszolút eltitkolta, hogy fölvételizni megy. Én nem titkoltam el, én amikor fölvételiztem először és a harmadik rostán kiestem, akkor a szüleim nagyon megkönnyebbültek. Én viszont azt éreztem, hogy úgy voltam, mint egy sportoló, aki tudja, hogy ennél sokkal több van benne. Tehát akinek nem jött össze akkor a indiszponáltság, vagy nem tudom mi miatt, de nem jött össze a felvételén az, hogy nem hozta ki magából a maximumot. Tehát bennem megmaradt egy tüske, hogy ezt még meg kell egyszer próbálnom. És akkor lekerültem Zalaszentgrótra, Asser Tamásnak akkor már tényleg méltán híres színjátszó táborába, és ott teljesen egyértelművé vált számomra abban az egy hétben, hogy... Tehát mit attól, hogy hirtelen megéreztem azt, hogy milyen az, amikor valaki egy nyelvet beszél avval az emberrel, aki a színpad másik felén ül. Mert a főiskolai felvételi nyilván egy csomó tényező miatt, hogy izgul az ember, meg borzasztóan nagy a tét, ugye hát egy felvételin a bejutásnak a sikere, vagy sikertelensége az eredmény. Ugye itt a Zalaszentgróti táborban ez mind nem volt, de mégis nagyon azt éreztem, hogy értem, amit mondanak a másik oldalon. A fölvételinél nem mindig értettem, hogy mit szeretne a rendező tanár. És akkor hirtelen nagyon egyértelművé vált az egész. És akkor úgy gondoltam, hogy tulajdonképpen fogjam ezt fel úgy, mint egy ajándékot a sorstól, hogy be tudom fejezni ilyen értelemben az angol szakot. Tehát arra az egy évre, ami már hátra maradt, minden tanórámat összesűrítettem, és a következő évi felvételinél sikeresen szerepeltem. Uh-huh. Régóta vele egy telefonáló, vagy talán Skype-oló, nem tudom. Igen, azt mutatták a kollégák, hogy Skype. Az azt jelenti, hogy netán láthatjuk is? Nem, látni nem láthatjuk. Akkor jó estét kívánok, Ónodi Eszter, Bóta Gábor, parancsoljon. Jó estét kívánok, Ujjás Éva vagyok. Alig-alig halljuk, úgyhogy kérem egy kicsit hangosabban, és a kollégák is segítenek. Jó estét kívánok, Ujjás Éva vagyok, egyelőre láthatatlanul, de itt vagyok önökkel. Jó estét. Köszönjük, majd egyszer jelentkezzem be, úgyhogy láthassuk is, jó? Hát most először sikerült egyáltalán bejelentkezni Skype-on. Na. Jó. Üdvözlöm Önöket! Köszönöm! Én elmondani, hogy én nagyon sok szerepében láttam Esztert a Katona József Színházban, de most mégis inkább a film szerepére szeretnék hivatkozni, mert most nemrég láttam a Swinget, és nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Köszönjük szépen! És a Jadwiga párnáját is szeretném említeni, amit ugye láttam filmen is vele, bár más szerepben, de láttam a Belvárosi Színházban is, úgyhogy kitűnő volt, és gratulálok. Ja, valamint szépen. Még az Agláját is láttam, úgyhogy most ez tényleg teljesen képben van. Akkor én köszönöm szépen, akkor menjen most. Minden jót kívánok, viszont találásra. Én és a kisöcsém Bajadér, Csinom Palkó, Csókos asszony, többször nem mondom el. Szóval, hogy... És akkor a főiskola az rögtön jó volt? Vagy azért ott be voltál először tojva? Egyáltalán tudtad, hogy ki az a Zsámbéki Gábor, akihez kerülsz? A főiskola rögtön jó volt, még pedig azért volt rögtön jó, mert amikor már a főiskolás felvételünk, a Zsámbéki osztály, tehát a második felvételünk volt,
Akkor ugye azt tudni kell, hogy a főiskolán már úgy megy, pontosan most már egyetemen, hogy a felvételi utolsó egy hetét azt együtt töltik a harmadrostás fiatalok. Amit úgy kell a gyakorlatban elképzelni, hogy ez körülbelül 40 embert jelent, akiből fölvesznek mondjuk, ha egy osztály indul, akkor mondjuk olyan 15-17-et, attól függ. Nálunk akkor kettő színész osztály indult, a Zsámbéki Gábor mellett a Benedek Miklósnak is indult egy osztálya, tehát így 12-12 ember került be. És itt tulajdonképpen le van modellezve a főiskolai létezés, vannak már pici beszédórák, énekórák, mozgásórák, és hát rengeteg mesterség. És csoportok, 4 darab csoportra van osztva ez a 40 ember, 4 darab 10 fős csoportra, és nekem olyan csodálatos csoportom volt, a 3-as csoport, ez volt a mi nevünk, akiket mind a 10-ünket felvettek, és nagyjából majdnem mind a 10-ünket a Zsámbéki osztályba. Tehát már ott lehetett érezni, egy nagyon jó csapat alakult, és ez tulajdonképpen így is maradt 4 éven keresztül a mi osztályunk, legalábbis olyan értelemben nagyon jó csapat voltunk, hogy rendkívüli munkabírásunk volt, nagyon jól tudtunk dolgozni, és ami szerintem ezen a pályán fantasztikusan fontos, hogy megtanultunk próbálni. Nagyon sok fiatalnál látom azt, hogy nem tudnak próbálni, ami hát nagyon-nagyon nagy hendike. Ez mit jelent, hogy mit nem tudnak konkrétan? Az, hogy ha mondjuk kapnak egy instrukciót, ahol nem tudnak mit kezdeni, vagy eleve már valamilyen vízióval jönnek, ami persze nem baj, csak azt, hogyha éppen adott esetben el kell felejteni, mert a rendező más gondol, akkor ez nem mindig megy olyan könnyen. Illetve az, hogy nem kell rögtön tökéletesnek lenni, hagyni kell, hogy mint amikor az ember gyurmázik. Tehát ott sem rögtön a készterméket állítja elő a gyurmából, hanem annak van egy ideje, amíg az a szobor az elkészül. Na de téged meg kellett gyurmázni, vagy te nagyjából, ugye szokták mondani, hogy van az a típus, aki mindent lerombol egy emberbe, azt elkezdi felépíteni. Igen. Veled ez történt, nem, vagy hagytak úgy, ahogy vagy? Nem, szerencsére nagyon más a pedagógiája, és azt szerintem nagyon jó, hogy nem ez a fajta ledózeroló és a nulláról felépítő, mert azért nem vagyunk mindenható emberek, tehát azért nem, szerintem senkinek sincs joga ahhoz, hogy egy másik személyiséget eltorzítson olyan szinten, hogy amilyet csak ő szeretne belőle létrehozni. Tehát szerintem ez nem oké. De a Zsámbéki Gábor olyan tényleg egy mester volt, hogy mindenkiben, ami benne van, azt hagyta, hogy tovább fejlődjön, de ugyanakkor egy csomó mást is előbányászott. Tehát például én emlékszem arra, hogy én egy éven keresztül az első évben csak ilyen rosszalkatú konyhalányokat, meg vesztes figurákat, meg a Molière-ben, a Mizantróban, amit most ugye már több éve játszunk a Katonában, direkt nem a Szelimen szerepét osztotta rám, hanem tehát a vesztes. Tehát nem a szépmenőnőt, akiben belehabarod. Miközben lehetett tudni, hogy te majd ilyeket, hát ilyet, pontosan ilyen szép bombázókat fogsz játszani Zsinórban. Pontosan ezért adta ő nekem ezeket a szerepeket, és ezt még erre a mondatára is emlékszem, hogy maga még nagyon sok, tehát maga általában nem ezeket a szerepeket fogja majd játszani, de éppen ezért muszáj, hogy megtalálja magában az igazságát egy másik figurának is. És ezeket én roppant mód élveztem, és például most, ha már tényleg akarunk hát egy keretet, pontosan ezt akartam mondani, egy keretet adni ennek a beszélgetésnek, hogy már így a rögtön a legutolsó szerepemre gondoljunk, ott ebben ez nagyon sokszor eszembe jutott, hogy ez milyen jó a sorstól, hogy én ezt a szerepet megkaptam. És te most halálra élvezed, hogy lehetsz egy csúnya, aszexuális, rosszul öltözött, magába gubózó, szorongásos, agyongátlásos nő. Halálosan élvezem, és azt élvezem a legjobban, amikor így hallom a nézőtéről, meg így utólag jönnek ilyen visszajelzések, hogy például azon is gondolkodnak, hogy én most ki vagyok tömve, vagy ennyire meg vagyok hízva, tehát annyira sikeres, és annyira jó lett ez az egész figura, hogy még ez is annyira természetessé válik az egy ilyen ronda flanelling hát van rajta. Igen, és van egy nagyon csúnya és szivacs, tömés rajtam így a problémás tájakon. És ez nagyon jó érzés ebben. De miért jó? Miért jó egy csúnya nőt játszani? Hát mert az ember sok szépet játszik, és mielőtt a saját magát elkezdi végtelenül unni, akkor nagyon jól jön egy ilyen szerep, amiben egész másokra kell figyelni, és egész más, hogy lehet lelazulni, és egész más... Hogy találtad meg például ezt a figurát? Hát úgy találtuk meg, ez persze közös munka a Ser Tamással, hogy amikor elolvastuk a színdarabot, persze az enyém volt a leghálátlanabb szerep, és még így mondta így az Adél, arra emlékszem, a Jordán Adélnek minden, tehát ez egy 5 szereplős színdarab, 4 nagyon, vagy 3 nagyon sokat beszélő,
egy keveset beszélő, és egy abszolút szinte semmit nem beszélő szerep, ez az enyém. És ugye az ember mindig, amikor olvas egy darabot, akkor nagyon hálás minden poénnak, amikor az olvasópróban elolvasjuk, akkor már lehet tudni, na ez egy nagyon sikeres szerep, mert tele van jó mondatokkal. Az enyém az pedig olyan volt, hogy hát igazából nincsenek benne jó mondataim, a szerepemnek a 90%-a az az igen-igen, a köszönöm szépen és a nem kérek témakörében ki is merül. És úgy hát mondd az azért, hogy hát azért ugye fogod szeretni ezt a szerepet, mert úgy mindenki nagyon szereti, hát mondom, biztos fogom én is szeretni, most még úgy hirtelen nem tudom, hogy mit kezdjek vele, és sokáig nem is tudtam, hogy mit kezdjek vele, és akkor egyszer csak az Asárnak bevillant egy teljesen konkrét nőszemély az ő életéből, az ismerettségi köréből, akit hát nem fogok nyilván elmondani, hogy ki, de én rákerestem a YouTube-on. Tehát egy ismert ember? Nem ismert ember, de azért van róla anyag a YouTube-on, tehát akkor ilyen értelemben valakik számára ismert, vagy ő számára biztos nem. És akkor megnéztem egy ilyen nőt. Sokat próbálkoztunk azért, de ez nem egy, tehát azért ez mégsem azt jelenti, hogy én innentől kezdve leutánoztam, mert ugye azért nem is ismertem őt személyesen, tehát csak mégis láttam, hogy van egy ilyen figura, van egy ilyen nő, mint akit én szeretnék eljátszani, de ezen belül rengetegszer jutottunk el odáig, hogy ami már tényleg ilyen finom hangolás volt, hogy az Asernek mindig az volt a félelme, hogy ez nehogy egy ilyen rosszfajta ilyen bulváros színdarab legyen, mint amit nagyon sokszor lehetett látni a televízióban, hogy egy ilyen vicceskedő, bejön 4-5 nagyon vicces karakter, és akkor ők elviccelnek egy egész este, hogy ne ez legyen, mert ezt ennél sokkal-sokkal finomabb és sokkal zártabb eszközökkel kell csinálni. És tehát nagyon sok olyan kis pici munkálkodás volt rajta, amit én nagyon szeretek egyébként a színészetben. És ugye ez a kamrában van, tehát egy nagyon intim közegben, pici térben játszunk, tehát ez még plusz gyönyörűség. Tehát, hogy azért volt ezzel meló, de nagyjából az egy próbán jött nekem, hogy hát legyen ez a nő mondjuk nagyfenekű, de közben legyen ilyen pipaszárlába. Jó. Ő mondta, hogy akkor legyen hozzá még egy kis púpja is. Jó, akkor lett egy kis púpom, de akkor már legyen olyan lógó a melle is, mert akkor már az egész úgy adja magát, hogy akkor az ott meg ott lógni fog. És akkor ebből már lett valaki, hogy egy ilyen magát már picit elhagyó, két gyereket nevelő, egyedül nevelő, a férje nyilván lelépett egy sokkal menőbb nő miatt, mint aki ő. És akkor ebből úgy szépen lassan egy kis saját kis mozim nekem kialakult, és aztán már egyre inkább kezdtem is élvezni azokat a hosszú perceket, amikor nem szólalok meg, csak egyszerűen ott vagyok, és ott létezem a színpadon, mert fel vagyok hatalmazó arra, hogy elkalandozzak, hogy véleményezzem ezt az egész rettenetes társaságot, akikkel együtt vagyok. Tehát olyan nagyon jó érzés ezt tud játszani, meg még különben, aztán már tényleg ne beszéljünk többet erről, mert mindjárt eltelik az egy óra, és még ott izgultam, hogy miről fogunk beszélni egy órán keresztül előtte. Hogy én meg különösen szeretem azokat az előadásokat, amik ilyen real time, tehát hogy valóban a néző lát minket, meg találkozunk 7 óra 7 perckor, és valós időben eltelik az a 2 óra vagy másfél óra, tehát nem ugrálunk jelenetekben, nincs időmúlás, nincs az, hogy most akkor hirtelen visszafele kezdünk pörögni, hanem hogy azt az időt éljük egy vendégségnek a történetét, mint hogyha az ember valóban egy vendégségbe menne el. Pont. Akkor újabb telefonál, köszönöm a türelmet, jó estét! Jó estét kívánok, Nagy Károlyné vagyok, tiszteltel köszöntöm Önöket! Köszönjük! Jó estét! Olvastam egy szép mondatot a művésznőről, hogy színpadon díva, civilben civil, és nagyon tetszik nekem, hogy görkorcsázik és kerékpározik. Én is nagy kerékpáros vagyok, és én is télen is nyomom. Hajrá! De azért tessék vigyázni, én azt olvastam valahol, igen? Hogy 10 fok alatt nem érdemes, vagy nem igazán jó kerékpározni, mert mindig 10 fokkal kevesebb a hőmérséklet, mint amit mi érzünk, és az már tulajdonképpen 0 foknak számít, hogyha mondjuk plusz 10-ben is biciklizünk, és ez nagyon rossz már az ízületeknek. És mindig szembe fúj a szél, akár merre megyek. Hát, igen. Hozzalmas. De azért jó tekerés, majd találkozunk az utakon. Én még most a térre fölfüggesztettem ezt a tevékenységet, de most már, hogy tavaszodik, újra előveszem. Most már elő kell venni. Igen. Akkor köszönöm szépen, akkor két jegy az Operett Színházba. Viszontlátásra, és várjuk az újabb telefont vagy Skype-ot. A görkorit nem tudtam, a biciklit, igen? Igen, a görkori az a meseautóból jött nekem. Aha. Ugye ott volt egy feltétele ennek a szerepnek, hogy valamilyen szinten tanuljak meg görkorcsolyázni, és aztán jó sokáig pihentettem, és tavaly előtt nyáron újra
elővettem pont azt a korcsáját, ami még jó volt, és újra elkezdtem a Balatonon korizni, és hát szuper. De tudod, a meseautóban is nem az volt, hogy egy csúnya lányból változtál szét. Hát azért ott nem voltam annyira csúnya. Igen, hát igen, jó, de... mondjuk, hát igen, igen, ilyen kis lázadó valaki. De igen, hát persze volt egy ilyen kis íve a történetben. Szép lány. Az volt az első populáris filmed, igen, nem? De. Ami azért olyan furcsa lehetett, nem voltak a Katona Józsefbe kollégák, akik olyan csúnyán néztek rád, hogy... Na, mit csinál az Eszter itt, a nagy művésznő? Akkor még nem, és őt nagyon sok embert kikérdeztem, mielőtt elvállaltam a szerepet, hogy ugyanis akkor már én két úgynevezett művészfilmben játszottam, az egyik az a Glamour volt, amit Gödrös Frigyes rendezett, a másik pedig az Alkimista és a Szűz, ami Kamondi Zoltánnak a filmje volt. Tehát, hogy én nekem már volt két filmem korábban, és hát ilyenkor ugye mindig jön a fédelem, hogy na most akkor az ember eladja a nevét, vagy az arcát, vagy nem tudom miért a populáris filmek felé, és én rengeteg embert kikérdeztem, és senki nem volt, aki, és ezek között művészfilmes rendezők voltak, művészszínházi rendezők, kollégák, stb. Senki nem volt, aki azt mondta volna, hogy ne. Ja, és a meseautó nem is casting volt? Tehát azt csak ajánlották? Tehát volt rajta időd így filozofálgatni, hogy ez legyen, az legyen? Tulajdonképpen voltam azért castingon egy 2-3-an, de nem, tehát ott már azért eléggé lehetett látni, hogy ezt a szerepet meg fogom kapni. Mert azt én olvastam, ez nekem nagyon tetszik, hogy a Glamourt azt tulajdonképpen úgy kaptad, igen, meg, hogy arra volt egy valag jelentkező, és a Gödrös Frigyes annyit mondott neked, hogy fejtsd az ablakba a szádat. Igen, de csak azért mondta, hogy csináljak valamit, mert egyébként azt mondta, hogy abban a pillanatban, hogy bekerültem abba a szobába, beléptem, tudta, hogy nekem fogja adni a szerepet, és ebben semmi köze nem volt a tehetségnek, mert egyszerűen neki fontos volt, hogy az anyját, hát ugye az anyját játszottam a filmrendezőnek, uh-huh, és hogy az ember beidézi, vagy nem idézi be azt a figurát, és ez teljesen független tehetségtől, szépségtől, jóságtól, egyszerűen egy alkat, egy szag, egy kémia, egy illat, egy nem tudom mi. És neki... De valószínűleg ilyen alapján azért a tehetséget is pár perc alapján akár meg lehet érezni. Hát ezt nem tudom, ezt tőle kell megkérdezni. Ott valóban inkább a szerepem az a jelenlét volt, tehát nem is volt szerintem összefüggő három mondatnál többem a filmben. Aha. Tehát inkább az egy ilyen víziós, nagyon sok személyes emlékekkel tűzdelt, inkább költői film volt, mint egy ilyen storyteller, tehát ilyen akciós, vagy hogy mondjam, tehát egy lineáris történet. De hát én nagyon sokat köszönhetek neki, a filmezéssel kapcsolatos oldhatatlan szerelmemet szerintem a Glamourban éreztem meg, amikor egyszerűen beszippantott az, hogy ott állok egy belvárosi lakásban, ami egy igazi lakása volt egy igazi embernek, eredeti ruhákban, eredeti kellékekkel, tárgyakkal, behozott egy olyan valóságos szagot, ami azóta is benne van az orromba, hogy, és ez a porral is vegyül, meg közben a, tényleg a glamúrja az egésznek a csillogásával, és akkor ott én álltam, mint egy tényleg egy ilyen nyeretlen két éves körülöttem, lámpák, mint itt stúdióban, sínek, kamerák, emberek, nagyon nagy, tehát volt egy olyan varázsa az egésznek, ami hosszú éveken keresztül nem múlt el a varázs, utána a varázs már valamelyest nem mondom, hogy elmúlt, de olyan szakmaivá vált, tehát már tudtam azt, hogy ugye hát egy kamera kell ahhoz, hogy az embert rögzítsék arra a szalagra, kellenek lámpák, kellenek mikroportok, kellenek egyebek, tehát ennek a technikai része már nem volt olyan újdonság erejű, de azért mind a mai napig, amikor van egy olyan felvétel, amin érezhető, hogy valami megszületik, akkor azt nagyon-nagyon tudom szeretni. Na, és akkor a meseautó az hozott egy abszolút országos ismertséget. Igen. Mert ugye nyilván se a Művész Színház, se a Katona József, Színház, se a Művész Filmek nem tudták ezt adni. Igen. De hát a meseautó, amit aztán ugye leadtak kereskedelmi csatornák, meg nem tudom én mi, az lényegében sztárrá tett. Nyilván, ha szereted, ha nem ezt a szót, és egy kicsit, miközben azt meg tudom, hogy nem szereted, de te nagyon ügyesen kezeled a bulvárt. Tehát, hogy szerepelned kellett ilyen típusú tévéműsorokban, lapokban, stb., és valahogy ez nálad nem vált cikivé, mint a legtöbbeknél igen. Ezt hogy csináltad? Szerintem ebben nagyon nagy részt a Katona József Színház is sokat segített, tehát, hogy azért én...
folyamatosan ott dolgoztam, tehát, hogy nem volt az, mint nagyon sok színész esetében, mondjuk főleg akik sokat forgatnak, de nincsenek társulatnál, hogy egyszerűen ráérnek minden hülyeséget is akár elvállalni, vagy hát egyszer nincs más dolguk, mint az, hogy szerepeljenek itt ott amúgy. Tehát én nekem sokszor tudtam arra hivatkozni, ami igaz volt, hogy nem tudok elmenni ide, mert dolgozom, próbálok, játszom, stb. És hivatkoztál akkor is, amikor nem volt igaz? Nem, azért azt nem csináltam soha, tehát hazudni nem szoktam, de ugyanakkor, tehát eleve már az én nyilván családi, meg színházi neveltetésem az egy nagyon magas ízlést, vagy egyfajta elvárást, vagy egy mércét már hozott. Tehát azért úgy nagyjából tudtam, hogy mi az, amit semmi pénzért nem fogok elvállalni, és arra mindig elmondtam. Ilyenkor általában nem próbálok nem nagyképű, és nem pökhendi lenni, hanem megértetni az emberrel, hogy egyszerűen ez nekem nem fekszik. Mondj egy példát. Tehát, mondjuk egy Playboy fotózás, az nyilván a Mese az után rögtön megkerestek ezzel, és akkor ott elmondtam, hogy nekem egyszerűen a személyiségemben... Jelentős művészek közül is voltak, akik is mondtam, elvállalták. Hogy ezzel én egyáltalán nem akarom degradálni azokat, akik erre igent mondanak. Én tudom magamról, hogy én abban a pillanatban, ott, amikor voltam pályámnak az elején, elképzelni nem tudtam, hogy erre igent mondjak erre a felkérésre. Tehát és akkor ezt teljesen korrektül meg is értette a vonal túlsó felén ülő ember, hogy én erre nem leszek kapható. És amikor bulvárlapok intimitások után érdeklődtek? Akkor meg ott elmondtam, hogy az én, és ezt mind a mai napig teszem, amikor ugye a gyerekemet folyamatosan próbálják és kérik, hogy lehet-e családi fotót kérni, és akkor elmondom, hogy ez egy családi kérés nálunk, hogy a gyereket nem szerepeltetjük a bulvármédiában, és ez nem csak az én döntésem, hanem a családomnak a döntése, tehát ezt kérem szépen tartsák tiszteletbe. Egyébként nagyon sok mindenben készségesen a rendelkezésükre állok, tehát szerintem ez sokszor kommunikáció kérdése. Tudom azt, hogy egy bulvárlapnak nagyjából mik az elvárásai. Természetesen mindig kérem, hogyha egy anyag megjelenik, akkor előtte küldjék át, hogy átolvassam. És el is küldik, mert ez gyakori. És el is küldik, ha nem küldik el, akkor ott az újság az nálam megszűnt. Tehát ott oda már legközelebb. És utána elküldik, de nem az jelenik meg, amit elküldtek. Hát jó, igen, tudom, de azért mostanában már... Fenemót hangzatos címe. Én azért ezekben elég háklis vagyok, szóval én általában szoktam kérni még azt is akár, hogy küldjék el a szerkesztet, tehát amikor már a főszerkesztő által is láttamozott, mert a betördeltet is szeretem látni. Tehát ilyenekben ez odafigyelés, és hát tudom, hogy ez is rengeteg utánajárással jár, sokszor van az néha elképesztő színvonaltalan írásokat kapok vissza a saját magam által elmondottakból, ahol az alany nem egyezik az állítmánnyal, és már nem egyszer előfordult, hogy én magam írtam meg a cikket az újságíró helyett, és akkor ilyenkor azért rendesen elmondok egy-két oda nem illő kifejezést, hogy azért ezért ő kap pénzt, nem én, de mégis ugye azért, hogy azért az én számból mégse olyan borzalmas mondatok hangozanak, kénytelen vagyok az ő munkáját is elvégezni. Szóval ilyenek vannak, de egyszerűen az embernek tudni kell nemet mondani, és tudni kell, hogyan nemet mondani, és akkor szerintem kommunikáció kérdése az egész, és megértik, azt hiszem. Meg szerintem én azért nem vagyok olyan celebritás, vagy olyan figura, akit érdemes akár, mit tudom én, hazugságokkal, vagy így hírbe hozni ilyen-olyan amolyan dolgokat. Tehát nem szolgáltatok én a bulvár számára olyan témákat, ami miatt én egy kiemelten fontos ember legyek. Úgyhogy mindig, ha van valami film, általában ez filmekkel szokott összefüggeni, akkor tudom, hogy van egy picit nagyobb média felhajtás körülöttem, de egyébként meg egy halálosan unalmas életet élek a média számára, úgyhogy nincs már, nem nagyon szolgáltatok én apropóval. Újabb telefon, jó estét! Jó estét, kívánok! Szeretettel köszöntöm a kis fiatal kis művésznőt. Jó estét! Megint olyan hullámzóan halljuk, úgyhogy mondom, kérem. Szeretettel köszöntöm a kis igen, fiatal művésznőt. És egy ilyen kis határozott egyéniség látszik is. Igen, és a Bota Gábor urat is szerzettel köszöntöm. Köszönöm szépen. És hát sajnálom, hogy mostanában ugye a Katona Józsefben nincsen jegyünk, oda nem kapunk pedig. Igen, régebben a Katonában is volt, most nincs, ez így igen, igaz. Igen, nem baj, az hát örülünk, hogyha így kapunk máshova ajándékot. Na mondanék akkor olyat, hogy a játékakastélyban az Anni szerepet játszotta, ugye? Igen. Igen, az is a kamrában volt, Lukács Andor rendezte. Lehet, hogy a Hölgy másra gondolt. Ja. Én beugrottam a Víg Színházba is, egy évadot játszottam, nem tudom, hogy hol látta a kamrában. Lehet, hogy igen, mert ott is voltam a Víg Színházban, mert ugye
Nem tudom, biztos vannak olyan Pál utcai fiúkban. Az a filmre tetszik gondolni? Igen, az igen, is volt. Igen, és Hóesés a Vízivárosban, ott valami anyaszerepet játszott a művésznő. Igen, az az első anyaszerepem volt, amit még valójában amikor nem voltam nem anya. Amikor még nem is igen, igen, ezt akartam mondani, akkor még csak hírből ismertem az anyaságot, de az volt az első szerepem. De azért igen, igen. Na most még azt szeretném mondani, hogy ezt már így lecsaltam az internetről, hogy 2013-ban Arany Nymfa díjat Monte Carlo-ban elnyerte a így van. Köszönöm szépen. Én nagyon köszönöm, és nagyon jó egészséget, és további nagyon sok szereplés, művészet, fellépést kívánok szépen. Önnek. Jó szórakozást a színpadon. Mozsak Gábor úrnak is jó egészséget. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kár, hogy rólam nem mondta, hogy fiatal vagyok. Viszont látásra, jó hallásra természetesen jár a két jegy. Ugorjunk Arany Nymfa és Aglaja? Ugorjunk. Jó. Ugorjunk egyet. A cirkuszvilága egyébként nekem kedvenc témám. Tényleg? Azt nem tudom, tudod-e, hogy nem. Én vagyok Magyarországon a cirkuszról legtöbbet író újságíró, amit be is mondtak, amikor zsűriztem a Nemzetközi Cirkuszfesztiválon. Tehát én nagyon szerettem ezt a témát. De hozzád gondolom nem állt olyan baromi közel, bárhogy igen, hogy rád néztem és azt mondtam, hogy nem, miközben a Városliget környékén nőttél föl, tehát akár elő lehetett is nem volna. Voltam egy, tehát a Városliget környékén a Vidámpark és az Állatkert sokkal inkább bejátszott gyerekkoromban, a cirkusz az nem, és mind a mai napig valahogy a kisfiam, ugye hát nyilván sokat, vagy többet, szerintem most sokkal többet jártam cirkuszba az utóbbi pár évben, mint amikor én voltam gyerek, vagy legalábbis nem úgy emlékszem. Igen, nem volt nekem a szívem csücskeszi a cirkusz soha, de mégis megtalált ez a szerep, hál' Istennek. Ugye ez egy olyan nő, aki függ a hajánál fogva. Igen. Egyébként az egyik cirkuszfesztiválon itt is járt. Tudom, aki. Most aki, nem még itt volt, ezt hallottam én is, aki, a dublőröm. Aki a dublőröd volt. Igen. És hát mindenféle dolog történik, és neked is azért meg kellett tanulni bizonyos igen, dolgokat. Igen, nem is a hajonlógás, mert ugye az lehetetlen volt, hanem még mielőtt a hajonlógásra adta a fejét azért. Speciál, én nem tudom, hogy az miért lehetetlen, az mitől olyan nehéz? Tehát nyilván ez ilyen hát egyensúlyi. Azért tulajdonképpen az egész testsúlya a fején található, egy 20 forintos nagyságú területre koncentrálódik. Tehát azért az főleg így nyakizomban, meg hát azért az nagyon kellemetlen. Aha. Tehát nekem, amikor csak a felvételeket csináltuk, ugye nagyon, már az rettenetesen fájt, amikor borzasztóan hátra feszítették a hajamat, mert ugye azért egy karabinert nekem is muszáj volt beraknom, de ilyenkor, amikor azt vettük fel, akkor ki voltam kötve egy ilyen heveder segítségével. De nem azt a számot kellett megtanulnom, hanem a filmnek a legelső pár percében egy karikás légtornász szám van, amit hát tulajdonképpen az utolsó egy elemét leszámítva végig én csináltam, és hát erre tulajdonképpen 3 hónapot gyakoroltunk az én kis csapatommal, egy nyarat áldoztunk be tulajdonképpen ennek a számnak, úgyhogy azért ebbe tényleg rengeteg meló volt ebben a filmben. És féltél? Mert valami olyat is mondtál, hogy igen, az utolsó jelen tériszonyod volt, meg a tenger, Bulgáriában igen. A tenger fölött is kellett igen. Valahogy lógnod. Igen, meg Romániában voltak a fekete tenger. Igen. Igen, hát ugye hát egy tériszonnyal nem olyan egyszerű a tengerben, nem is, tehát ugye ez a legmagasabb ponton nem én voltam már, hanem a dublőr, de mégis az, amikor bementem a képbe, meg kimentem a képből, az mégis én voltam, és azért föl kellett emelkednem egy 5 méterre biztosan. Úgyhogy alattam egy bizonytalan tutaj volt, meg ugye hát a tenger mélysége, az nem volt egy jó érzés. Az egész forgatás alatt végig az lebegett bennem, hogy csak legyünk túl ezen a napon, amikor azt a jelenetet fölvesszük, hogy magát a balesetet, ami a filmben a balesetet ábrázoló jelenet volt, hogy ilyen fogalmazzak. De hát rengeteg, tehát az volt az a film nekem, amikor azt éreztem, hogy tulajdonképpen minden jöhet most már. Tehát nincs olyan akadály, amit ne tudnék legyőzni. Azt hiszem. Ja, hogyha ezt megcsináltad. Igen, igen. És nem csak a fizikai akadályokra gondolok, meg tényleg rengeteg olyan nehézség volt a forgatáson, ami nem csak ugye fizikai, hanem egyszerűen az, hogy most nem akarok ebbe egy belemenni. De hát nyugodtan. Ja nem, hát hogy így egy olyan szerep, ami 40 napon keresztül, 40 nap forgatásban minden nap benne vagy, 20 éves korától 50 éves koráig eljátszod azt a nőt,
kedden fölvesszük azt, amikor fiatal és 20 éves, szerdán fölvesszük azt, amikor balesetet szenvedett, 50 éves, csütörtökön, amikor megint fiatal és boldogtalan, pénteken, amikor már, tehát hogy én nagyon össze-vissza volt az egész, és hogyha ezt az ember nem tudja fejben koncentrálni, hogy most éppen hol tart, akkor megbuktunk, tehát akkor nincs mese. És persze jöttek még akkor hozzá ezek a fizikai truvályok, amiket tudom, hogy hát utána még 2 hónapig olyan bőrkeményedések voltak a tenyeremen, hogy úgy olyan volt a kéztorításom, mint egy férfinak, egy kubikosnak, mert ugye egyfolytában feltörte a karika a kezemet, hogy tele voltam végesen, végig kék-zöld foltokkal, nem győztek le alapozni, hogy ne látszon. Szóval nagyon, nagyon sok vérveríték van ebben a szerepben. És amikor mondta Kárlóban, ott álltál, azt nyilatkoztad, hogy tehát ott átvennél nagy díjat, ez hihetetlen dolog, de közben én láttam a ruhádat, egy ilyen jó hosszú fehér ruha volt, és azon izgultál, mert hogy állítólag híresen jó lépcsőben elbotló vagy, igen, hogy állandóan azon izgult, hogy föl kell menni a lépcsőn, és ott fogsz eltaknyolni. Igen, és ez így van, és ugye mivel ez egy nagy díj volt, amit kaptunk, ezért az Oscar-díjhoz hasonlóan a legfőbb díjakat mindig a díjkiosztó végén adták át. Tehát tulajdonképpen én 2 órán keresztül ültem abban a egyébként nagyon szép ruhában, karót nyelten, levegőt alig kapva, és folyamatosan ezen járt az agyam, hogy csak el ne essek a lépcsőn, mert ebben tényleg nagy gyakorlatom van. A másik, hogy angolul kellett ott valamit hebegni, habogni, hogy... Na de hát te angol szakot végeztél. Hát jó, de azért ez mégis más. Szóval nem gondoltam, hogy életem első ilyen komolyabb díját angol nyelven kell majd megköszönnöm, mert ebben a köszönőbeszéd műfajban sem vagyok nagyon jó. De közben azt is gondoltam, hogy azért magyarul is kell valamit mondanom oda be az éterbe, hogy hadd hallják ezek a furcsa emberek, hogy milyen ez a magyar nyelv. Szóval nagy-nagy stressz volt az az este, de jó este volt. És olyan érdekes dolog, hogy évfélig tartott az egész vacsora, meg gála vacsora, meg minden egész hacacári, és hazamentem a szállodai szobámba olyan hajnali 1-2 fele, amikor vége volt mindennek, és egy olyan vírusos, hányásos, hasmenéses dolog jött rám, 2 napon keresztül nem bírtam kikelni jóformán az ágyból, nem is értem, hogy jutottam haza a repülőn, tényleg csak vízszintesbe bírtam feküdni, és hogy milyen az emberi szervezet, nyilván bennem volt a vírus már 2 nappal ezelőtt is, de az, hogy van egy ilyen koncentrált állapot, hogy tudom, hogy nekem ott van egy dolgom azon a színpadon, és tudom, hogy ennek az egésznek nem lehet, hogy összeomoljak. És ahogy véget értek, ott tényleg, mint egy ilyen marionett baba összezuhantam, és tudom, 2 napig döglöttem, és rettenetes állapotban voltam fizikailag. De persze, hát akkor jött rengeteg SMS és gratuláció, és elképesztően nagyon jó érzés volt tényleg, őszintén. Telefon, jó estét! Halló, jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Jó estét! Én az Eszterhez filmeket szeretnék mondani, amiket láttam és nagyon tetszettek. Ilyen volt a Valami Amerika, a Pánik és a Swing is, ami ugye a legutóbbi. És lenne hozzá egy kérdésem, hogyha megengedi, hogy volt-e olyan szerep, akár film, akár színház, amit visszautasított, és ha igen, akkor miért? Volt, nyilván nem elegáns, hogyha én ezt megnevezem. Ez egy tévésorozat volt még jó pár évvel ezelőtt. Egyszerűen azért volt, mert elolvastam a forgatókönyvét, és azt éreztem, hogy ennek én egy percig nem akarnék a részese lenni. Tehát amikor az ember már egy főszerepet úgy olvas el, hogy többszöri nekifutásra se sikerül, mert annyira beleunalmasodik az egész, és tényleg lecsukodott a szemem, pedig hát ugye ilyenkor az embert azért motiválja az, hogy főszerep, akkor azt éreztem, hogy ebben nem szabad részt venni, és azt hiszem, hogy jól döntöttem. És akkor olyan is van, amikor az ember, mert ez a pálya olyan, hogy vagy van munka nagyon, vagy nincs semmi, hogy pont a Swinggel összecsúszott volna egy másik film, amit forgattak volna, és akkor én a Swinget választottam. Ott nem is bántam meg, mert az a film eltolódott egy évvel későbbre, de akkor már nem én játszottam azt a szerepet. Szóval van ilyen. Nagyon szépen köszönöm nagyon a választ, és minden jót kívánok. Én is köszönöm, természetesen jár a 2 jegy, és akkor majd még 2 telefonra lesz módunk. Egyébként te drukkos vagy? Azért igen. Most már azért kevésbé, igen, szerintem nincs olyan színész, aki ne lenne az. Tehát a premier az mindig egy olyan állapot,
ami bármennyi időt tölt el az ember a pályán, és bármekkora a szerep, még hogy a legkisebb szerep, még mondjuk ebben az Abigailben is, pedig nem rajtam áll vagy bukik az előadás sikere, de azért mégis volt bennem egy druk. Tehát szerintem olyan nincs, akinek. Az már tényleg a színész halála, hogyha már a premiér. Na de a 23. előadás előtt ott is, már, vagy csak a premiér előtt? Hát a premiér előtt mindig, a 23. előadás előtt azért valószínű. Valahogy most már másfajta drukkok és izgalmak vannak bennem. Tehát régebben például az, hogy a szöveget nem mindig néztem át, az nem okozott gondot, mert valahogy annyira friss az embernek az agya, és nincs még annyi mindennel telítve. Most már azért azt érzem, hogy ha olyan szerepet játszom, amiben sokat kell beszélnem, és olyan dolgom van, akkor már nem megyek be úgy, hogy ne néztem volna át a szöveget. Tehát az már egy biztonságot ad. Hogy emiatt már ne kelljen drukkolnom, hogy a szöveget veszem. Még a nem elvállalásról jut eszembe, hogy hívtak téged tévé arcának is műsort vezetni, és arról is azt hiszem, hogy kapásból azt mondtad, hogy nem. Igen, mert, ez mind, hogy mind ez... tehát én tulajdonképpen a Meseautók és a Valami Amerikák környékén, én az összes ilyen dolgon túlestem, tehát szerintem minden, amit a kereskedelmi, meg az egész médiában való részvétel jelent. Igen, valóban nekem is mondták, hogy hát ha akarok egy műsort, akkor kitalálnak nekem. De ott is, szóval szerencsére nekem megvolt mindig a józan eszem ahhoz, hogy én érezzem azt, hogy nem ez az én szakmám, én nem ezt tanultam, én akkor azt éreztem, hogy pályakezdő fiatalként egy életre kiírom magamat a színészetből, hogyha én most elkezdek műsort vezetni egy kereskedelmi televízióban, és szerintem megint... Volt, aki nem, tehát Stoll Andrástól a Földi Robertig speciál, de nekik ez nyilván jól állt át, hogy én nekem úgy éreztem, hogy ez a fajta képességem nincsen. Ennyiből nagyon hálás vagyok szintén a Zsámbéki Gábornak, és annak a sorsnak, hogy nem 18 évesen kerültem be, hanem már érettebb fejjel, tehát hogy már azért volt valamennyi, meg volt a magamhoz való eszem. Tehát egy ilyennel azért nem tudtak olyan könnyen elcsábítani, hogy most akkor ide nekem az oroszlánt, és akkor nekem a fél tévéstúdiót, vagy nem tudom, a fél médiát be akarom kebelezni, mert tudtam, hogy nekem az azért része nem érdekel. És ugyanígy reklámot se vállalta, bár reklámba hangalámondást, igen, persze. Azzal, hogy az pénzt keresett, de ott azért nem az egész személyiségedet és adott. És a reklámmal is úgy vagyok, hogy tulajdonképpen mostanra már ott tartok, hogyha jön valami olyan ajánlat, ami igazán méltó, és ami összeegyeztethető az én életemmel, akkor azt mondom, hogy nyilván meg kell beszélni, hogy milyen keretek között, de hogy igen, tehát hogy nincsenek bennem ilyen nagyon elvágólagos döntések, hanem mindig az adott helyzethez kell mérlegelni. Akkor, amikor pályakezdő fiatal voltam, akkor azt hiszem, hogy jól döntöttem, hogy nemet mondtam a tévés karrierre. Most nyilván, ha megkérdeznének, talán még most is azt mondanám, de nem mondanám azt, hogy töröld ki a telefonszámomat, mert soha nem akarok mással foglalkozni, mert ki tudja, hogy mit fog hozni az élet. Tehát, hogy van egy ilyen egyik napról a másikra élés a mi pályánkon, és ehhez én már hozzászoktam, hogy folyamatosan egy ilyen készenléti állapotban. Soha nem beszélsz politikáról, meg ilyen dolgokról. Nem tudom, hogy ezt tehát, hogy azért nézel híradót, olvasol újságot, vagy ezt egyáltalán megpróbálod kikapcsolni? Nem próbálom meg kikapcsolni, abszolút, tehát tudom, hogy hol élek és milyen közegben. Úgy érzem, hogy a politikához azért az mégiscsak egy tudomány, bármennyire nem is úgy tűnik, mint ami különösebben, hogy is mondom, sokszor hozzá nem értő emberek kezében van sajnos, de én próbálok olyasmikben megnyilvánulni, amihez értek. Tehát a futballról se szoktak kérdezni, mert ahhoz se értek, vagy a nem is tudom mihez. De ilyen nyilván volt, nem? Hát azért színész kollégák kiállnak ide-oda. Igen, igen, igen. Az utcán is akár. Tehát... Engem nem kerestek még meg ilyen jellegű dolgokkal. Nyilván valószínűleg nem is hordozom magamban azt, hogy ordítana utánam valami politikai szerepvállalás. De olyasmit vállaltál, hogy mit tudom én, szegényeknek osztani igen, ételt, igen, igen. Ott vagy... azért vállaltam, mert egy alapítványnak vagyok a nagykövete, akiknek a az profi, alapít... ez a MOL-nak az Új Európa Alapítvány című alapítványa, ami tehetséggondozással és rászorultak támogatásával foglalkozik, és az alapítványnak a profiljában volt, az alapítványon keresztül osztottam például ételt. És hogy foglalkoztak tehetséggondozással? Úgy foglalkoztak, engem, vagy hát ez úgy történik, hogy évente van egy-két díjkiosztó, vagy van olyan esemény, akiket ők támogatnak, fiatal tudósok, művészek, zenészek, képzőművészek, sportolók,
akik kiemelkedőek valamilyen művészeti vagy tudomány vagy sportágban, és őket támogatják, főleg eszközzel, tehát nem pénztámogatás, hanem eszköztámogatás. És én általában, ha van valami ilyen aktivitás, hogy mondjuk egy kiemelt sportolóval lehet találkozni, vagy általuk támogatott sportolóval, akkor ez tulajdonképpen csak egy média felé való bemutatkozás, hogy van egy ilyen alapítvány, és lehet ebben foglalkozni. Ja, hogy akkor te vagy ennek az alapítványnak. Én vagyok az alapítványnak az arca. Igen, és akkor van a másik része, ami még a rászorulókkal foglalkozik, ahol meg egészen elképesztő kalandokban vettem már én is részt, tehát volt egy olyan csodálatos barlangász délután, amikor hallás, látás, és szerintem értelmi fogyatékos gyerekekkel barlangáztam a Pálvölgyi barlangban, és az tényleg felejthetetlen volt, hogy van egy terep, amiben ők sokkal ügyesebben mozognak, mint én. De az nem ez a csúszós mászós. De az a csúszós mászós, az, amikor nem a, ne, hosszú... Akkor nem a kiépítettem mentetek, hanem... Nem, abszolút nem a kiépített. Na, és akkor már én is barlangáztam. Tehát ez a, és ez én a nekem rendesen bennem volt az, hogy... Lévő, abszolút, ilyen. Igen. Tehát, hogy olyan üregeken, ahol csak így lehet, és fenékkel lehet csak csúszni, mint tényleg egy araszolni, mint egy ilyen üregi nyúl, vagy nem tudom. És ők ebben... Mindjárt lesz. Igen, és ők ebben annyira csodálatosan, magabiztosan tudták, hogy merre menjenek, és tulajdonképpen nyilván a fizikai ügyességüket fejlesztendő van ez kitalálva, de közben nem elhanyagolható az a szempont sem, hogy őnekik ez lelkileg nagyon jó, például egy ilyen találkozás egy ép emberrel, hogy látják, hogy az ép ember ugyanúgy fél, sőt, talán még jobban, mint ők, és ez nekik nagyon fontos. Hát itt hihetetlen, és emlékszel, nem tudom, hogy ti ezt csináltatok-e, úgy hívják, hogy traverzálás. Ez az, amikor alattad a mélység, és a hátadat az egyik falnak, a lábadat a másiknak, és úgy kúszol föl vagy le, és alattad a semmi. Nem, alattam volt, tehát maga az üreg, ami hát egy rémes dolog, hogy tényleg, hogy nincs, tehát azért lényegében jócskán lent van ez a föld alatt, és hogy... Tehát azért a klausztrofóbia, mint olyan, azért nekem az egy barátom, vagy hogy mondjam, tehát sokszor találkozunk mi, sok egyéb más mellett, és szóval azért az elég kemény volt legyűrni. Tehát azért ott már nagyon vártam, hogy legalább egy olyan vájadba, vagy üregbe érjünk, ahol mondjuk picivel több a levegő, tehát hogy mondjuk ki tudom nyújtani a kezemet, lábamat, és nem azt érzem, hogy tényleg egy ilyen. Szóval az egy elég emberpróbáló élmény volt. Telefon, jó estét! Jó estét kívánok, Kata vagyok, üdvözlöm Önöket, szeretettel. Hú, már mindenkit hát, valahogy olyan halkan hallunk. Mondom, Kata vagyok. Isten, igen, már megvan. Nem akarok hizelegni, előttem egy hölgy már mondta, hogy fiatal és nagyon bájos, hát ezt én is hadd ismételjem meg a Onodi Eszterre vonatkozóan. Én láttam vele egy beszélgetést az Aglaja után, ahol elmondta a riporternek, hogy mekkora pszichés nyomás jelentett neki ez a forgatás, és hogy valójában legyőzte saját magát. Mint ahogy itt is említette. Igen. Hogy ezután már minden jöhet. Igen. Hát a Napfény ízében viszont azt még nem említették, Szabó István filmjében is láttuk őt. Igen, egy picit forgattam Ray Fiennes-szal, az is nagy élmény volt egyébként. Fél napot találkoztam vele, és azt láttam, hogy valaki ennyire ismeri az arcát, hogy tudja azt, hogy ha csak a szemöldökének ezt a csücskét rántja fel, az más jelent, ha a szájának ezt a szegletét, az is más jelent. Nagyon csodálatos volt őt látni. Ilyen szempontból. Hát én csak kívánom, hogy ilyen széles spektrumon mozogjon ezután is. Köszönöm szépen. Köszönöm én is, további köszönöm. Viszont hallásra még egy telefon, ha lesz módunk. Annyian mondják, hogy fiatal vagy, és te is azt mondtad, hogy abban a baromi jó színésznőkorban vagy, amikor 20 évest és 60 évest is eljátszhatsz, de hiába a jó gének, ez majd pár év múlva nem így lesz. Igen, ez így van. Belülről az én nagyon fiatalnak tartom magam, és azt gondolom, hogy ez lehet, hogy egy darabig még talán átsegít ezeken a pillanatokon, amikor az ember már érzi azt, hogy azért vannak a kis ráncocskák itt-ott-amott. Igen, tehát hogy ebben tisztában vagyok, remélem azért még az élet tartogat számomra, mielőtt a végtelenül végérvényesen belecsöppenek a nagymama szerepkörökbe, ami biztos remélem azért az is jó lesz.
de azért még fogok játszani egy-két. De ez a belül nagyon fiatal vagyok? Nem nagyon fiatal, ez túlzás. Hát, hogy nyilván a fiatalság, amit a kedves nézők annak látnak, az egyfajta életigénlés, vagy van egyfajta, hogy is mondjam már, ahhoz tényleg kicsit kezdek már. Na, itt látod, hogy lassan azért mégse jutnak eszembe mindig a megfelelő szavak. Hát, hogy van egyfajta temperamentum, amit sokan ezzel kötnek össze, hogy fiatalság. Egyszerűen ez egy ilyen lelki alkat, ami én vagyok, hogy talán sokkal inkább a mindenben, nem mondom, hogy mindenben a jót, hanem inkább az előremutató lehetőségeket látom meg, és nem szeretek fanyalogni, és nem szeretek negatív dolgokkal foglalkozni. Vagyis szeretek, mert azért abból is lehet tanulni, de arra görcsölök rá, ha valami nem megy, hanem hogyha valami megy inkább. Na de színésznőként el kell játszanod az olyan figurákat is, akiknek nagyon nem megy hát valami, persze, nem? Pontosan ezért. Ezért nekem a színészet tulajdonképpen sokszor egy ilyen pszichoterápiás foglalatosság. Tehát, hogy sokszor éreztem azt, hogyha volt bennem valami privát feszültség, vagy valami privát rossz passz, akkor az sokkal, sokkal jobb volt terápikusan kijátszani aznap este magamból, és volt már az, hogy egy előadás átsegített valami nehézségen. Tehát, hogy igen. Tehát, hogyha kikészülős szerepet játszol, akkor kijátszod magadból azt, vagy akár amikor éppen ki vagy készülve, akkor egy komédiában is tudsz jól működni. Vagy persze, hogy ez szerintem működik. Hát ez nem feltétlenül attól a tragikus színésznő, nem azért tragikus színésznő, mert az életben is tragikus, hanem inkább az a tragikus élet szakaszában van, hanem inkább azt mondom, hogy ha van valami lelki, vagy igen, lelki energia, ami az emberben feszít, akár pozitív, akár negatív, tehát ez lehet egy kicsattanó életöröm, vagy valami nagyon jó passz, de lehet valami nagyon rossz is, az mindig egy energia, amiből dolgozni kell. És azt sokkal könnyebb, ha az ember töltött állapotban van, akármilyen negatív vagy pozitív a töltet, azt áttenni a színpadra, mert a színpadon általában töltött állapotban kell lenni. És azt már, hogy pozitív vagy negatív, hogy ez most szomorú, vagy vidám, vagy humoros, vagy tragikus, az tényleg csak egy átfordítása valaminek. De maga az, hogy egy energia, egy koncentrált állapot van, az mindenképpen kell legyen. Mm-hmm. Ezt most nem tudom, hogy szerintem tényleg? Elég világos. Rohansz állandóan? Nem. Az a, nem? Nem? Haza? Nem, színházban? Úgy általában. Az életben? Az életben, igen. Nem. Mert ide is, hogy megérkezti, jól még két telefont elintézek, nem, még ezeket, ízném. Tehát nagyon-nagyon kihasználom azt, tehát ezt tudatosan megtervezem sokszor a napokat. Most tudtam, hogy még lesz egy 15 perc a beszélgetés előtt, és tudtam, hogy még el kell intéznem két telefont. És akkor ilyenkor ezeket az időket arra használom, hogy ebben a 15 percben. Ja, minden lyukat így megtalálsz. Hát a lyukakat, igen, és akkor vannak olyan napok, amikor halálosan élvezem azt, hogy semmi dolgom nincsen, és ha akarok, egész nap szókirakózom. Vagy... Mit csinálsz? Szókirakózol? Igen. Szókirakó játékon, tehát a telefonomon szókirakozom, és nagyon szép eredményeket érek el. Nem mondom el az álnevemet, mert akkor lehet, hogy nézi valami ellenfél, mert interneten játszom. Tehát igen, és ez roppant mód kikapcsol és feltölt. Vagy mondjuk olyan napon van, hogy egész nap csak mondjuk a, nem tudom, sportolni fogok, és akkor elmegyek futni, és utána tornázom, és akkor szaunázom, és aztán, tehát tehát vannak ilyen napok is, és akkor vannak olyan napok, amikor meg tényleg percre be van osztva minden. De mind a kettő jó tud lenni, és kell mind a kettő. Uh-huh. És a pároddal, Kesszék Lászlóval mennyire mondjátok meg egymásnak, hogy tetszett, nem tetszett? Jó, megmondjuk. Ugye ő Miskolcon rendező. Meg hát mindenfele, igen, persze, megmondjuk. Én kevesebbet tudom az ő munkáit látni, mert ugye sokat játszom azért egy hónapban, de igyekszem sort keríteni arra, hogy elutazzam és megnézzem. Abszolút ő is elmondja, hogyha van valami észrevétele, meg én is elmondom. Teljesen. Szóval ilyen értelemben szakmai kollégák vagyunk. Akkor adjuk az utolsó telefont. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, Bota úr! Jó estét! Művész urat is üdvözlöm, az Esztikét. Nem, Eszter. Nem zavar az Esztike, hát ne viccelj. Ja, Esztike, mert én Encikét értem. Nem, ja. Esztike. Esztike, jó. Eszterkét, így jó, is mondhatom, a művésznőt. Hát én nem tudom, hogy mondták-e már azért valahol Amerika 1-2 a filmjét. Azt hiszem, talán már mondták, igen. Vagy Pánik, Lilion Pi.
Lili Jonfi? Igen. Ja, tényleg volt valami kis picike. Volt bizony. Igen, igen, ezt jól mondja. Vagy boldog születésnapot, nem tudom, elhangzott? Az nem. Még az vagy pár utcai piuk. Az már elhangzott. Az már elhangzott. Tudja, mit elég lesz el. Boldog születésnapot, én nagyon hálás vagyok, azt nagyon szerettem azt a filmet, úgyhogy... Az nagyon, igen, nagyon szép. És a Fazekas Csaba rendezte szintén, aki a Swinget, úgyhogy... Nagyon jó. Az, jó az tetszett, mert azt én is láttam, igen. Köszönöm szépen, viszont viszonthallásra. Ugye nem játszottál el bizonyos nagy szerepeket? Még eljátszhatok. Amiket úgy mondják, hogy illett volna hozzá. Tehát ilyen Csehov, Shakespeare, Molière most éppen van azért, de hát abból is lehetett volna a azért. A Csehovokra azért még azokat én még nem tettem le. Igazából még a nagy Csehov figurákat szerintem még azért azokról nem vagyok lemaradva. Hát bízom benne, hogy majd előbb-utóbb azokkal is találkozom. Valóban a Naivágat meg a Shakespeare-eket nem annyira, Júliát nem játszottam soha. Őszintén szóval nem is volt vágyam, de szerintem manapság már ilyen szempontból következtetéseket levonni nem lehet, mert annyira változik a színház, tehát már amikor én gyerek voltam, emlékszem egy ilyen legendás előadásra, hogy Törőcsik Mari talán 40 évesen, vagy 40 akárhány évesen játszotta el Júliát, Tankai Istvánnal, így van. Igen, Majó Tamás rendezte. Ilyen szürke dobozok voltak a színpadon, le akartak számolni. Én láttam, le akartak számolni a szép reneszánsz világgal. Tehát ma már minden előfordulat. Lehet, hogy 70 évesen fogom eljátszani Júliát, de lehet, hogy Rómeót fogom eljátszani 70 évesen. Tehát manapság tényleg nincsenek ilyen szempontból szabályok, úgyhogy meg nem is vagyok már az az alkat, hogy ilyen szerepálmokat szőjek. Azt is már megtanultam a pályám során, hogy minden, amire az ember úgy nagyon készül, vagy olyan nagyon nagy durranásnak tűnik első pillantásra, az rendszerint nekem nem úgy sült el, és egy csomószor volt az, hogy valami, amiről például itt az Abigail buli, ahogy megint visszatérjünk hozzá, amiről úgy nem is gondoltam, hogy úristen, mit fogok ebből csinálni, és aztán mégis nagyon megszerettem. Tehát mi volt, amire nagyon vágytál, és nem sült el jól? Hát, amire nagyon vágytam, nem, amit inkább úgy fogalmaznék, hogy egy nagyon ígéretesnek tűnő produkció volt a Katonai Erő Színházban, a Koldus Opera például, és az valahogy nem úgy sült el, mint ahogy kellett volna. Pedig ott minden adva volt, tehát sztár szereposztás, zenés, jó zene, élő zenekar, és nem jött össze. De hát ilyen megvan, úgyhogy... És mit lesznek most? Most én már idén nem próbálok a Katonában többet, tehát én nekem idén két bemutatón volt, az egyik a már említett Abigail bulija a Kamrában, és azt megelőzően a Két Korea újra egyesítése című színdarabban játszottam a Katonai Zsef Színházban, ami egyáltalán nem egy politikai, hanem egy párkapcsolati vígjáték. És de hát vannak a régiek, hát a portugált... Portugált már nem játszom. Már nem is játszott? Tavaly játszottam egyetlen egyszer szilveszterkor. Tudom, még nem adtam le, tehát előfordul, ha csak már nagyon sokszor ugye egyeztetve vagyok a Kamrában, Top Dogszal, vagy valami mással. Hát ezen az is kívül, jó régen megy. Igen, tehát a Top Dogsban vagyok látható, a Mizantrópot játsszuk még. Nagyon szeretjük a Mártírok című előadást, ami szintén a Kamrában megy, és abban is játszom. Mi van még? És van a Muzik, ami szintén egy egészen különleges vállalkozás. Hát abban lehet énekelni, sőt egy kicsit akrobatika még is van. Még az is van benne. Igen, az Aglaját átmentettem, az Aglaját tudományomat oda. Tényleg? Abban van egy pici kis pörgés a karikán, amit szintén, amit az Aglajából hoztam, tehát amit rá még úgy emlékeztem. És hogyha minden igaz, akkor majd tavasszal vagy koranyáron forgatni fogok valamit, de hát ez még majd a jövő zenéje. Tehát ezek várnak rám. Szóval akkor azon ritka színészek közé tartozol, aki azt mondja, hogy szakmailag nagyjából rendben van? Hát ezt azért nem mondanám, vagy nem akarnám én, meg hát én szerintem ezt majd döntse el az utókor, vagy döntsem el én magam 70 éves koromban, hogy éppen most ennyi idősen szakmailag hol tartok. Én ezt általában úgy szoktam lemérni, hogy többségben vannak-e azok az előadások a színházban, amikre jókedvűen megyek be, vagy nem. Most éppen úgy tűnik, hogy talán nincs már egyetlen olyan darabom sem műsoron, amire azt mondanám, hogy úristen, szégyellem magam, hogy ezt kell ma este játszanom. Volt ilyen is, azok már nincsenek a műsoron. Köszönöm szépen, hogy köszönöm jöttél. Szépen. Önöknek is köszönöm, hogyha néztek minket. Egy hét múlva, most ezt nem tudom kiszenni, a negyedike van, akkor március 11-én
szerda este, és ahogy mondtam, már nem 9-től, hanem este 8 óra 55-től is lesz Bóta Café. Szintén egy kiváló színész lesz a vendégünk, egy ilyen igazi, öblös hangú ember, a Vígszínház tagja, pályája elejétől a Vígszínház tagja, nagyon sok mindent játszik ott, végletes szerepeket, például Voland a Mester és Margaritában, de komédiázik a Két úr szolgájában, Lukács Sándorról van szó, tehát akkor egy hét múlva, március 11-én, szerda este 8 óra 55-től Lukács Sándorral várom Önöket, várom a telefonjaikat, a Skype-jaikat, és naná, hogy megint lesznek ajándékszínházi jegyeink is. Viszontlátásra! A műsor médiapartnere a Népszava.